I've kept your flesh safe, foundling. Ha valaki látta és emlékszik még a Death Stranding-es videómra, ott elejtettem egy mondatot arra vonatkozóan, hogy a művészvilágban igen gyakori egymás inspirálása. Ami legtöbbször kérdéses, az az inspiráció mértéke. Mi az a vonal, amit átlépve nem merítünk másnak az alkotásából, de inkább másoljuk azt? A Mortal Shell kétségtelenül ezen vonal környékén táncol, azt, hogy melyik felén igazából az már az egyén meglátásától függ, bár gondolom, hogy ha egy gameplay videót nézetnénk valakivel, aki játszott már Dark Souls-szal, akkor az illetőnek lenne egy erős tippje, hogy ez egy folytatás lenne. Azonban ha játszana is a játékkal, akkor valószínűleg már nem lenne ennyire magabiztos az állításában, ugyanis bármilyen nagy is a hasonlóság, van valami, amiben a Mortal Shell különbözik a múzsájától. Általában a történettel szoktam kezdeni a bemutatóimat, most viszont ez elmarad, egyszerűen azon okból, hogy a játék nem kényeztet bennünket ilyesmivel. Legalábbis a szó klasszikus értelmében véve biztosan nem. Ehelyett egy tutoriál résszel kezdünk, ahol elmutogatják az alapokat, mikor mit érdemes csinálnunk, aztán ha végeztünk, be is dobnak minket a mély vízbe. Mivel karakterünk alapjáraton csak egy gyenge és törékeny váz, így hamar keresnünk kell valamit, ami védelmet nyújt majd az ellenfelekkel teletömött világban. Szerencsére elég hamar találni fogunk egy a harctéren elesett katonát, akinek testét burokként ölthetjük majd magunkra, így szertéve az áhított védelemre. Innen jön a játék elnevezése, a Mortal Shell is. Az erősnek tűnő shell ne tévesszen meg senkit, mert így is csak pár csapással többet fogunk tudni elviselni, mint enélkül. Amint életerőnk elfogy, nemes egyszerűséggel kiesünk a magunkra öltött burokból. Itt még persze nincs minden veszve, mert van egy második esélyünk, hogy tovább harcoljunk. Egyrészt mesztelen vázunkkal is vihetünk be találatot a továbbiakban, ha már csak tényleg egy kicsi kellene az ellenfelünknek, de ha vissza tudunk szaladni a shellhez, akkor újra magunkra ölthetjük azt, így teljes életerővel tehetünk még egy próbát. Azonban, ha ezután is alul maradunk, akkor a játék visszarak minket egy korábbi mentési pontra, és a Souls játékokra jellemzően baktathatunk vissza elhalálozásunk helyszínére, hogy begyűjtsük az elveszett tárt. A tár pedig itt nem más, mint amit a Soulok is képviseltek a Dark Souls világában. Egy amolyan fizető eszköz, amivel karakterünket fejleszthetjük és egyéb tárgyakat is vásárolhatunk magunknak. A játék előrehaladtával találhatunk majd különböző shelleket, amik eltérő képességekkel és attribútumokkal rendelkeznek. Ugyanez lesz a helyzet a fegyverekkel is, ezekre egy unblock még egy picit visszatérek majd később. A játék Unreal Engine-t használ, ami egy egészen pofás megjelenést kölcsönöz neki, a textúrák, a fények teljesen rendben vannak így 2020-ban. A designerek jó munkát végeztek az ellenfelek és saját karakterünk megjelenésével is. A mozgási animációkkal már nem voltam ennyire elégedett. Elég sokszor volt, hogy az ellenfelek korcsolyáztak a pályán, vagy hogy egy-egy ellenfél úgy vitt be egy támadást, hogy az oszlop mögül ugrott rám úgy, hogy közben kanyarodott a levegőben. Emiatt kevésbé éreztem precíznek a dolgok működését, mint a nagy elődnél. A hangok esetében nálam nagyon Souls utóérzetem volt, bár nem ma volt, amikor a Dark Souls 1 és 2-be játszottam, de előjöttek az emlékek a hangeffektek kapcsán, kezdve a páncélunk csörgésétől egészen az NPC-k beszédstílusáig. Akik ismerősen mozognak a From Software megálmodott világában, annak a játék nem feltétlen lesz nehéz, még a pár újonnan behozott mechanika ellenére sem. Az egyik ilyen megoldás, hogy a blokk helyett kapunk egy úgynevezett Harden képességet, amikor is meg tudjuk kövesíteni a testünket, így az ellenfelek ütései lepattannak rólunk. Ennek használatát érdemes elsajátítani hamar, különben nem jutunk messzire még annak ellenére sem, hogy egyébként a dodge rendszer benne van a játékban. Ami még rendelkezésre áll majd ez a parry lehetősége, jó időben megnyomva kivéthetjük a támadást, és egy ellentámadással ellenfelünk életerejét elszívhatjuk, így magunkat gyógyítva. Sajnos erre elég ritkán lesz lehetőség, mert a kivitelezésére resolve pontok kellenek, amik a harccal szerezhetőek, viszont elég lassan töltődnek. Így a végére majd szeretném egy kicsit személyesebbre venni a figurát, és elmondani, hogy annak ellenére, hogy a játékot vártam ezekben a Dark Souls mentes időkben, hát annyira nagy csalódás volt ez az egész nekem. És itt most vissza is kanyarodnék az intro előtti részhez, amikor megemlítettem, hogy valamiben különbözik a Mortal Shell a From Software játékától. Ez pedig a megértés. A megértése annak, hogy a Dark Souls mitől működött és mitől szerették. Anno ez egy kuriózum volt, ahogy meg lett alkotva a játékmenet. Bevallom, amikor legelőször játszottam a Souls-szal, még én magam sem értettem igazán és elkönyveltem szarnak, aztán amikor visszatértem rá később, akkor láttam meg az értéket benne igazán. A Mortal Shell-nél viszont az a nagy bajom, hogy nem értem, hogy miért kéne vele játszanom.
Pontosan ugyanúgy, mint a Sekiro-nál is volt ez. A gondom is onnan indul, hogy én ezeket a játékokat alapvetően nem raknám az RPG kategóriába sem, mert a mai értelmezés szerint nem igazán számítanak annak, de legalábbis megtévesztik az embereket. A Mortal Shell-nél maradva, ha valaki RPG-re számít, akkor úgy gondolja, hogy lesz majd karakterfejlesztés, meg hullik némi loot is, de itt ez nem igazán lesz jellemző. A játékban lesz pár fixen megszerezhető shell és fegyver, amiket minimálisan fejleszthetünk, és kész. Ennyi. Ettől RPG. És ez előrevetít egy másik problémát is. Ha valaki nem elég ügyes, akkor az megakad, és nem tud továbbjutni, mert nincs lehetősége fejleszteni a karakterét. És ugye itt ez a helyzet, a Soulsban legalább volt arra lehetőség, hogy tápolj, ha nem voltál elég ügyes, akkor azt kitartással kompenzálhattad. Grindoltál egy kicsit, és lehet, hogy a plusz életerő, vagy ez a pici stamina, amit szereztél, az már elég is volt ahhoz, hogy bedd az akadályt. A fejlesztő csapatnak utánolvasva láttam, hogy ez az első játékuk, bár azt írták magukról, hogy ők AAA kategóriás veteránok, és ők alkotják a csapatot, ez viszont nekem egy kicsit furcsa volt, mert játékmechanikában is láttam már pár olyan dolgot, amit hát nem illik belerakni egy játékba, illetve vannak félkész ötletek is, amik csak úgy benne vannak, de nincsenek igazán átgondolva. Felsorolok most párat a teljesség igénye nélkül. Ha találunk egy új shellt, akkor azt unlockolva automatikusan átvált majd rá a karakterünk, ha akarjuk, ha nem. Visszaváltani viszont csak egyetlen egy helyen lehet, a kezdőhelyen. Szóval, hogyha nem jön be az új dolog, akkor majd szaplathatunk vissza, hogy visszaváltsunk az eredetileg is használtra. Mert hát ugye egy új shell-lel kísérletezni kiváló alkalom, főleg akkor, ha fényévekre vagyunk a kezdőhelytől, hát ha megdöglünk. Implementáltak egy olyan megoldást is, hogyha többször használunk egy tárgyat, akkor egyre jobban kiismerjük azt, így változik annak működése is. Ez alapvetően egy baromi jó ötlet lenne. De jelen esetben most ott megáll a dolog, hogy ha 8-szor használunk egy cuccot, akkor már ki is lett maxolva ez a rész és kész. A 8 alkalom pedig egyáltalán nem sok. A resolve rendszer sem volt éppen a szám ízének való, ezek ugye azok a pontok, amiket védekezésre lehet használni. A gond az, hogy van még egyéb képesség is, ami szintén ezt az erőforrást használja. Például a rúgás. Nem elég, hogy lassan töltődik a resolve, de még több képesség is osztozik rajta. Szerintem sokkal szerencsésebb lett volna, ha mondjuk a képességnek külön cooldownt adnak, így változatosabbá téve a harcokat. És akkor ugye maga a harc. Nincs túl sok moveset, ami azért jó, mert hamar ki lehet ismerni a dolgokat, viszont pont emiatt számomra nagyon hamar unalomba fulladt az egész. Egy játékban, amiben lényegében csak harcolni kell, nem biztos, hogy a legjobb dolog, ha untatjuk a játékost ezzel a dologgal. A játék elején van egy miniboss, Grisha. Őt nem feltétlen kell megölni, de ha egy jó tanácsot most elfogadtok tőlem, mindenképpen tegyetek vele egy próbát. Elég sokat fog jelenteni, hogy meg tudjátok-e ölni vagy sem. Na, nem azért, mert hogy akkora lootot dob, de ez egy nagyon jó mérce lesz magatoknak, hogy egyáltalán megy-e, vagy hogy élvezitek-e a vele történő harcot. Ha bármelyik kettő kérdésre a válasza nem volt, akkor lehet, hogy jobban jártok, ha leteszitek a lantot és hagyjátok a játékot. Én sokadik próbálkozásra, de lenyomtam, és itt rájöttem igazából, hogy annyira lassú és unalmas ez az egész, hogy várom, hogy támadjon, aztán majd visszatámadok, és ezt ismételgessem, hogy nem sokkal később mentari found az Epicnek. Az én időm ennél azért sokkal értékesebb, legalábbis én így gondolom. A végére még egy elég mókás dolog. Találtam véletlenül egy oltárt a kezdőhelytől nem messze, ahol is felteszik a kérdést, hogy akarok-e a játék hátralévő részében shell nélkül játszani. Mivel itt már tudtam, hogy körülbelül még 10 percet, ha rászánok erre a történetre, bátran nyomtam az igenre. És tényleg az történt, amit ígértek. Eltűnt az összes shellem, és csak a vázam maradt meg, és innentől gyakorlatilag egyetlen egy ütésből halunk meg a játék hátralévő részében. Ez egy permanens döntés, tehát ha valaki véletlen ebbe beleszalad, az bukja az egész progresszt, mert nem lehet visszacsinálni a dolgot. Értem én, hogy amolyan ez egy ultra-hard fokozat szeretne lenni, de ezt kultúrált körökben nem így szokták megoldani. Egyrészt ott lehetett volna mondjuk egy New Game Plus erre a megoldásra, de akkor is úgy gondolom, ha már ilyen döntés elé állítom a játékost, akkor az a minimum, hogy bővebb információt adok a következményekről és arról, hogy mi kéne, hogy legyen a célja a döntésének, hogy miért nyomjon rá az a szerencsétlen az igenre. Mivel egy órát voltam hajlandó rászánni a játékra, így nem tudom, lesznek-e még ilyenek, de mondjuk akkor az elég menő lenne, ha az utolsó boss harc előtt megkérdeznék a játékostól, hogy te figyú, már nem lenne kedved inkább törölni az összes save file-ot és újra kezdeni a játékot? Hiszen biztos lesznek, akik itt is az igenre fognak rányomni. Tehát
Tehát alapvetően az volt az érzésem az egész játékkal kapcsolatban, hogy a fejlesztőknek nem igazán volt ötlete, hogy mit is kéne csinálni, aztán valaki bemondta, hogy figyelj már, csináljunk már egy Souls-like játékot, mert akkor nem is kell a történettel foglalkozni, a játékmeneti elemeket, meg azokat sem szükséges újra feltalálni. Kell egy pályadizájn, meg pár karaktermodell, és kész is. Viszont ami újítás volt és bekerült a játékba, az szerintem vagy nem jó irány, vagy egyszerűen csak kevés. Az, hogy lényegében a karakterfejlesztés egy nem létező dolog egy ilyen játékban, az borzasztóan szomorú. Így azt gondolom, hogy lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha nem is próbálnak igazából semmit újítani, csak egy az egyben másolják a Souls-t, és akkor talán egy igazi hiánypótló lehetett volna ez a játék. Ha viszont valakinek mégis tetszik ez a megoldás, és megváltásra talált benne eme Souls-mentes időket élve, akkor természetesen sok sikert kívánok a dologhoz, viszont nekem sajnos ennél több kell, hogy szórakoztatva legyek. Úgy látszik, öregszem. Mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!